folyamatos figyeléssel, akkor lehet, hogy el lehetne csípni ezeket az embereket. Szilák Henriette, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke éppen arról beszél, a város külterületén lévő illegális szemétlerakókat megmutatva, hogy az Egyesület miként tudná elejét venni a további szemeteléseknek. A polgárőrök azt tervezik, hogy sűrűbben járőröznek majd a közterületfelügyelőkkel együtt azokon a területeken, ahol tudják, hogy a helyiek előszeretettel válnak meg feleslegessé vált holmiaiktól. A hatos út melletti területen is halmokban áll a szemét. Itt találni egykor szebb napokat látott porszívót, hűtött televíziót, autóalkatrészeket, sőt veszélyes hulladéknak számító festékdobozokat is. A polgárőrök vezetője azt mondja, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a településen ne alakuljanak ki újabb szeméthalmok. Mi szólunk, jelezzük egyrészt a közterületfelügyelőnek, illetve hogyha netalántán olyan dolgot találunk a szemétben, mondjuk egy csekket, ami utalhat arra, hogy azt kivitte ki, akkor a rendőrjárőrnek szólunk, ők kijönnek, és ők megteszik a feljelentést. Ilyenre már volt példa? Volt, így van, igen, volt példa. Berta Zoltán, a polgármester azt mondja, a település hamarosan felszámolhatja a lőtéri út menti illegális szemétlerakót. A Tolnai Önkormányzat az elszállításhoz szükséges forrást egy pályázaton nyerte el. Ám nem minden terület megtisztítására van elegendő forrásuk, ezért fognak össze a polgárőrökkel, és helyeznek nagyobb hangsúlyt a megelőzésre. Elsősorban a jelzés, a feltárás, amiben ugye a polgárőrség hatékonyan segíteni tud, településünk pedig próbálja azokat az eszközöket keresni, amivel mondjuk meg tudja szüntetni. Hozzáteszem, hogy mindenki a saját területéért felelős. Egyre több bejelentés érkezik, azt kell, hogy mondjam, mezőgazdasági termelőktől rendszeresen, hiszen ők járják a határt, érintettek benne, látják is, illetve saját területükön van. Azt szeretném mondani ennek kapcsán, hogy van az Innovációs Minisztérium által kiírt pályázat civil szervezetek és gazdasági társaságok részére is, illegális hulladéklerakók megsemmisítésére, felszámolására. Ezt a pályázatot meghosszabbították január 31-éig, tehát ezek a szervezetek is tudnak még pályázati forráshoz hozzájutni, hogy a területeket sikerüljen megtisztítani. Még egyszer mondom, az önkormányzatunk csak ott tud, ahol saját területe van, csak a saját területére, ezért írottak ki pályázatok, civil szervezetek és gazdasági társaságok részére, hogy az általuk kezelt területeket meg lehessen tisztítani. Nem csak ebben számít a Tolnai Önkormányzat a polgárőrök segítségére. Hosszú évek óta remek az együttműködés a helyi polgárőrség, illetve Tolnaváros önkormányzata között. Az idei év az egy különösen fontos volt, hiszen a polgárőrök nagyon hatékonyan tudtak segíteni itt a járvány időszakban, főleg a közterületek rendjének, illetve a szabályoknak a fenntartásában. Ami különösen fontos volt, hogy ugye mind a kormányrendeletek, mind a helyi rendeletek, amelyek megszülettek a veszélyhelyzetben, azok azonnali hatályúak, azonnali bevezetésűek voltak, és a lakosság ugye sok esetben ugyan megtörtént, de nem ért még el az információ a lakosokhoz, akár a maszk használatról, akár a boltokban, gyógyszertárakban való bejutásról, sorbaállás, távolságtartás, a kontaktolás lehetőségeiről. Ennek a betartásában napi szinten tavasz folyamán a helyi polgárőrök remek és rendkívüli munkát végeztek, gyakorlatilag a rendőrök mellett, a rendőrség mellett folyamatosan tájékoztatták a lakosságot az aktuális szabályokról. Az őszi időszakban ugye ez főként ugye a maszk használatra terjed ki, itt meg ugye gyakorlatilag ennek a betartásában, illetve ugye a kijárási tilalom, vagy kijárási korlátozás, inkább így mondanám, betartásában vesznek hatékonyan részt. De amennyire én tudom, településünkön, hála Istennek, különösebb problémát ezek nem jelentenek. Tolnán nem igazából jellemző ez a tömeges megszegés. Hát egy-egy eset előfordult, de ott is, hogyha szóltunk, figyelmeztettük, kértük, akkor mondjuk fölvette a maszkot, vagy hazament. Tehát most ez a 8 órási kijárási korlátozás esetén, ha megkérdeztük, hogy miért van az utcán, akkor elmentek haza. Tehát tudták, hogy ez a szabály nem jellemző Tolnán. Jóval többet dolgoztak a polgárőrök tavaly Tolnán, mint az azt megelőző években. Jelenleg 22 polgárőr van, az idei, illetve 2020-as évben ennyien vettünk részt szolgálatba. Jellemző az, hogy
minden héten mondjuk legalább ötször most már kint vagyunk az utcán, ugye ez elsődlegesen az éjszakai szolgálatok, vagy a kora esti szolgálatokat jelenti, hiszen dolgozunk. Tehát 2-3 olyan kollégánk van, aki nyugdíj mellett csinálja, a többiek dolgoznak, aktív munkavállalók. Tehát a tavaly évben 4300 órát voltunk kint szolgálatban. Ugye ez a számadat, ez így önmagában nem mond semmit, de ha azt mondom, hogy előtte levő évben ez 2500 körül mozgott, akkor ugye látszik, hogy ez mennyire jelentős. És megnövekedett a kültéri szolgálataink száma is. A Tolnai Önkormányzat évente 1 millió forintnyi összeggel támogatja a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület munkáját.